pillanat, amire már napok óta készülődünk. Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekeknek ez a talán legizgalmasabb az év ünnepnapjai közül, amikor a hosszú tél után várjuk, hogy elmúljanak a hideg napok, és mi az óvodában régi hagyomány szerint egy ilyen beöltözős, farsangos, jelmezbálos kis rendezvényel szoktuk eljátszani, hogy vége lesz a télnek, kezdődnek majd a tavaszi ünnepkörök. A gyerekek ilyenkor teljes mértékben beleélik magukat, amik ők szerettek volna lenni. A szülőknek, nagyszülőknek megköszönjük, hogy segítették a gyerekeinknek ezt a átváltozást, átalakulást, és az is külön megköszönöm nektek, hogy mindannyiótoknak, hogy megtiszteltetek bennünket, és elfogadtátok a meghívásunkat, és azt kívánom mindenkinek, hogy segítsétek, hogy a gyerekek a lehető legjobban érezzék magukat egy kis felszabadult, közös játékra hívunk benneteket, akinek egy kicsit is van hozzá adottsága, képessége, részt lehet venni majd ezekben a kicsi játékokban, kinek ideje és kedve szerint, nem kötelező, természetesen semmi sem. Nagyon szépen megköszönjük az óvoda nevében, meg a gyerekek nevében, hogy ezzel a csekély kis belépővel hozzájárultatok az óvodának a kiadásaihoz, hisz egy ilyen intézmény mindig, ugye, van egy kis házikasszánk, hál' Istennek, de azért egyéb más kiadásaink is vannak, és ez fedezi a soron következő gyerekeknek programot, stb., hogy meg tudjuk valósítani. Mint minden jelmezes bálon, farsangon, természetesen biztosan éreztétek, ahogy bejöttetek az óvodába, hogy nem múlhat el a farsang fánk nélkül, és most is, mint minden évben már hanyadjára Dada néniék megsütötték a finom farsangi fánkot, érzik a finom illata, és miután megtörténik majd a bemutatkozás, meg elmondják a gyerekek, hogy mit tanultak erre a jeles napra, utána mindenki nagyon nagy szeretettel fánkevésre meghívunk. Érezzétek jól magatokat, és akkor kezdődjék a bál. Igen, és sorba szépen egymás után megyünk, jó? Utána visszaállunk ide, és mindenki bemutatkozik. Mindenki elmondja, hogy minek öltözött. Előtte teszünk egy kört. Talán ezek a szintek itt is jelen. Gabi néni. Gyertek utána, szépen egymás után. Nagyon-nagyon-nagyon
Boldogok leszünk mindannyian, ha elmondjátok, hogy milyen jelmezbe bújtottam ezen a gyönyörű, szép, jeles napon. Kezdjük akkor a legbátrabbakkal. Tessék le, Ocska, ott arról kiállsz, egyet kilépsz, és a anyukák fele fordulsz. Magán Bókember, és mi a teljes becsületes neved? Vásolyán Mináó. Köszönöm szépen! Visszalépezzük is helyedre, és jön a következő vásolás. Milyen jelmezbe bújtál? Milyen jelmezbe vettél a föld? Anya segíts! Szörnyelti. És hogy hívnak téged? Nagyon ügyes volt. Állják, nyugodtan, kettőt is végez, állják a középsorban. És mondták a kis nevedet? Kis kutya. És hogy hívnak? Kis levet. Állják csak oda középre, szépen. És mutatkozzál be. Jól áll neki a katonáról. Nagyon jó. Tomás, hogy hívnak téged? Halljuk, hogy te minek öltöztél? Elizabeth, akkor a rendes, a teljes neved, nagy? Nagy Elizabeth Jelja. Igen, Jelja, és Elizabeth Jelja, a lábe címe. Mondd szépen, minek öltöztél? Királynának. A teljes nevedet is megmondod. Makula Elmesel Liliának. Köszönöm. Liliának. Egy gyönyörű piros sapkát, Serüt és a teljes nevet, és még azt is árulsz már el, hogy ma van neked valami. Egy külön tapsot megjegyezem, mert ma van az új napja, és lehet, hogy ma vagy holnap kis tesó születik. Az igen. Különleges nap neki ez nagyon. Van szépen a jelmezetnek a nevét. Minek Napocska. Napocskának öltözött, és a teljes neved? Balfes Kiratai. Köszönöm. Középrája, menjen még, hadd csodáljuk. Mondd a jelmezetnek a nevét, minek öltöztél? Tavasz királynő. És hogy hívnak? Rátor a Tengerésznek öltöztél? Hogy hívnak? Mondd hangosan, mit? Hercegnő tűntél! Hercegnő tűntél! Come on, don't. No.
Komandósnak, és mondd meg a teljes nevedet. Nagy András Mikolás. Katonának költöztél, és a teljes neved? Mi lesz a napa? Mondd meg, minek költöztél? Tigrisnek, és a teljes neved? Kupcsik Roland Ferenc. Jó, maradunk még itt egy kicsit. Jaj, bocsánat, én a király kisasszonynak a gárdanámja vagyok. Én szoktam neki segíteni, hogy ha tudok még. Király kisasszony vagyok. Ecsinén itt a mondtad? Igen, elmondták. Akkor most még maradunk itt szépen állva, mert nagyon sokat gyakoroltunk. És büszkék lesznek rátok, anyukátok, apukátok, mamátok, ha meghallják, hogy milyen csuda szép verset tanultunk mi erre a nagy napon. Álljunk szépen egymás mellé, úgy? Jó. Na, akkor szépen hangosan szeretném hallani mindenkitől rajta. Vidor! Miklós bolondbár, bolondbárba jártam az este, a szamárral táncolt a kecske. Három majom húzta a nótát, vasvillába lettek szamócák. Most következik nekünk a Fótok is.
légörökújás után a fámra, meg kívánok mindenkit, jó? Ha leesik, az nem jó! Ne essen le! Nagyon-nagyon köszönjük a táncoltatást, megfoghatjátok a légömböteket.